Köszöntöm a kedves nézőinket, mai témánk Élet kicsit másképp. Vendégünk Nagy Dávid. Szia Dávid! Szia! Ha jól tudom, te látássérült vagy. Tudnál előre kicsit mesélni, hogy hogyan alakult ki és mióta tart? Igen, jól tudod, látássérült vagyok, és én koraszülött vagyok, tehát a 7. hónapban születtem, és születésem óta vagyok látássérült, tehát gyakorlatilag nem kialakult, hanem én így születtem, úgyhogy lényegében az egész életemet így éltem le. Vannak olyan dolgok, amikben segítségre van szükséged a mindennapokban? Igen, vannak, bár mára már megtanultam hozzá alkalmazkodni, tehát például a bevásárlásnál nem mindig tudom elolvasni az árcédulákat, de igazából már alkalmazkodtam hozzá, és saját magam megoldom. Vannak olyan helyzetek, amikor nem. Például van olyan, hogy péksüteményt veszek, és akkor nem tudom, hogy pontosan mi micsoda, de akkor van egy elképzelésem, és akkor kérdezem, hogy van-e olyan, vagy megkérem az eladót, hogy sorolja fel, hogy micsoda, tehát milyen lehetőségeim vannak, és akkor így választok. Hogyan viszonyulnak ehhez az emberek? Milyen jó és rossz tapasztalataid vannak? Nagyon változó, igazából korfüggő. Ha a mostani helyzetemet nézem, akkor már szinte nem is veszik figyelembe, és van olyan, mikor egy kicsit furán néznek, vagy értetlenül, de alapvetően már ebben a korosztályban nem annyira feltűnő az, hogyha bámulnak, vagy hogyha negatívan tekintenek rám, hiszen már megtanultam kezelni a helyzeteket. Az inkább gyermekkorban sokkal érdekesebb. Volt esetleg olyan, hogy így az iskolában hátrányot származott belőle, vagy a munkáján esetleg csúfoltak? Iskolában jellemző az, hogy azt tudni kell, hogy általában ezek az iskolás gyerekek nem feltétlenül találkoznak az életük során megváltozott személyekkel. Tehát, hogy ha otthon a családban nincs olyan személy, aki valamilyen sérüléssel küzd, akkor sokszor nem is készítik fel a gyereket arra, hogy van ilyen. Nagyon sokszor az óvodában sem találkoznak ilyen gyerekkel, mert az esetek többségében nem veszik fel ezeket a gyerekeket, vagy nem is próbálják meg a szülők rendes óvodákba iratni a gyerekeket. Iskolában már nagyobb gyakorisággal fordulnak elő, és hogyha egy gyerek akkor találkozik először ilyen személye, akkor nem tud vele mit kezdeni, és a legértetődőbb az, hogy csúfolni kezdi, mert új neki, ismeretlen is, és nem tudja, hogy kellene kezelni, és ebből kifolyólag én is a felső évfolyamosoktól nagyon sok csúfolást kaptam, elsősorban az általános iskola alsó tagozatában. Ahogy teltek az évek, ez egyre jobban elmúlt, hiszen középiskolában ezért valamilyen szinten már megtanulják kezelni a diákok ezt a helyzetet, és utána már az szép lassan szertefoszlik. Munkahelyen viszont még nem volt ilyen hátrányom, mert én eleve csak olyan munkahelyre jelentkeztem, ahol tudtam, hogy felvesznek ilyen megváltozott munkaképességű személyeket, sőt igazából én egy ismerősöm által kerültem oda, ahol vagyok, tehát ott már csak kizárólag megváltozott munkaképességűek dolgoztak, tehát az még egyelőre kimaradt az életemben. Jelenleg akkor mivel foglalkozol pontosan? Jelenleg a Happy Heart Nonprofit közhasznú Kft-nél vagyok újságíró munkatárs, valamint most, ahogy elindult az egyetemen a duális képzés, a Szegedi Dr. Waltner Károly otthonban vagyok a mentális csoportnak a tagja, és ott igazából ugye eleve értelmi sérült emberekkel foglalkozunk, valamint vannak megváltozott munkaképességű kollégák is, de hogy mivel pont ilyen személyekkel foglalkoznak, akik valamiben mások az átlagtól, így nyilván adtak nekem egy esélyt, hogy bizonyítsak, vagy megpróbáljak helytállni, és úgy néz ki, hogy sikerül is. Nehéz volt megtalálni azt, ami tényleg érdekel? Nagyon nehéz volt megtalálni, mert először én úgy kezdtem el, hogy informatikus leszek. Ugye ott rengeteg segédprogramban, meg azt hogy tudja kezelni egy látásőt a számítógépet, és nekem nagyon sokáig az volt az elképzelésem, hogy nekem csak az informatikában van jövőm. De a középiskolában az nagyon gyorsan kiderült, hogy az nem így van. Tehát engem olyan szinten nem érdekel az informatika, amilyen szinten kellene, hogy érdekeljen ehhez, meg nem is ment a matematika, ami egy alap tantárgya az informatikában. És utána kezdtem el gondolkodni, mit szeretnék csinálni, és emberekkel szerettem volna foglalkozni, és akkor jött az újságírás, és amint azt befejeztem, rájöttem, hogy így igazából kapcsolatba kerülök emberekkel, és megmutatom nekik, hogy így is lehet élni, de igazából nem teszek hozzá semmit a világhoz, tehát nem segítek rajtuk, nem mutatok semmi konkrétat, és akkor jött egy ilyen elképzelés, hogy én ténylegesen foglalkozni szeretnék velük, és volt egy kis csúszásom a tanulmányaim során, és volt egy olyan fél éve, amikor nem jártam egyetemre, meg semmilyen ilyen iskolába, és gondolkodtam, hogy akkor tovább kéne menni egyetemre, egy másik szakra,
és volt egy elképzelésem, hogy mit szeretnék csinálni. Bementem a Vakok és Gyengén Látók Szövetségéhez, hogy kérjek egy kis segítséget, hiszen ők mégiscsak tapasztaltabbak, hogy milyen lehetőségeim vannak. És akkor levázoltam nekik, hogy mit szeretnék csinálni, és akkor mondták, hogy a szociális munka lesz az, amit én keresek, és akkor adjam be oda a jelentkezésemet. És akkor így kezdtem el a jelenlegi képzésemet. Hogyan tudtál ezzel a problémával úgymond ismerkedni? Voltak problémák a barátkozással? Igazából ezt így nem jelenteném ki, hogy voltak problémák, mert az így magától jött. Tehát nyilván kapcsolatba kerültem olyan emberekkel, akik nem piszkáltak azért, mert látássérült vagyok, és akkor szépen, ahogy telt az idő, végül is barátok lettünk. Hát van olyan baráti kapcsolatom, ami már 23 éve tart, tehát hogy lényegében ez tényleg olyan természetes folyamatként jön ugyanúgy létre, csak nyilván van egy közösség, amire tudom, hogy nem befogadó, és náluk abszolút nem próbálkozom kapcsolatfelvétellel. Hogyha látunk valakit az utcán, honnan tudjuk felismerni, hogy neki tényleg segítségre van szüksége? Ezt nagyon nehéz megállapítani. Nyilván attól függ, hogy az ember mennyire törődik a társaival. Tehát, hogyha engem abszolút nem érdekel az, hogy kinek van problémája, akkor nem fogom észrevenni, hogy valakinek bármilyen segítségre van szüksége. De ha nyitott szemmel járok a világban, és úgy vagyok vele, hogyha tudok, segítek, akkor észre fogom venni, hogy mi ez a szituáció, amikor szükség van segítségre. Én is jártam úgy, hogy álltam egy lámpánál az úton, és megkérdezték, hogy segítsenek átkelni. Természetesen nem volt szükségem segítségre, de megköszöntem, és örültem neki, hogy azért vannak még olyan emberek, akik próbálnak segíteni. Az igazából, ha látunk valakinek esetleg segítségre van szüksége, merjük megkérdezni. Akkor legfeljebb meg fogja köszönni, és azt mondja, hogy nem, de akkor is egy jó érzés, hogyha megkérdezik. Mi lenne a tanácsod azoknak, akik hasonló cipőben járnak, mint te? Igazából azt tudom mondani az sok éves tapasztalat alapján, hogy bátornak kell lenni, és nem szabad megijedni attól, hogy valamiben más vagy, mint a többiek, mert emberileg olyan ember vagy, mint mindenki más. És nyugodtan lépéseket kell tenni, és menni kell afelé, ami a célunk, és nem szabad meghátrálni, nem szabad zokon venni azt, hogyha valaki negatívan áll hozzánk, mert ebből semmi jó nem származik. Pozitívan kell hozzáállni a világhoz, és küzdeni kell, mert meghozza a gyümölcsét, hogyha szeretnénk azt, amit... Tehát hogy nem fordulunk be magunkba, és elhiszik azt, hogy meg tudjuk csinálni, mert tényleg meg tudjuk csinálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk tapasztalataidat. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!